hiszed el, hogy szerethető vagy, addig a külvilág sem fogja feléd azt tükrözni. Szeretettel köszöntelek, Németh Erika vagyok, önismereti tréner. Ha már régóta foglalkozol azzal, hogy megismerd magadat és járod az önismeret útját, ahogy azt mondani szokták, akkor már te is találkoztál azzal a nézőponttal, vagy alapigazsággal, hogy amíg te nem szereted meg magadat, amíg nem fedezed föl saját értékességedet, amíg nem békélsz meg a hibáiddal vagy a gyengeségeiddel, addig a külvilág sem fog téged elfogadásban részesíteni. Addig a kapcsolataid sem lesznek békések és harmonikusak, hiszen amíg nem szereted meg magad, amíg nem hiszed el, hogy értékes vagy, és nem bocsájtod meg magadnak a gyengeségeidet, addig nem fogod tudni befogadni sem másoktól a másoktól érkező szeretetet, figyelmességet és elnézést és megbocsátást. Amíg nem szereted meg magad, addig gyakorlatilag önmagaddal szemben bizonytalan vagy, hiszen nem látod a saját értékességedet. Nem is hiszed el, hogy vagy annyira értékes, hogy kellenél másoknak, és akarnának veled foglalkozni, veled hosszú távon együttműködni, együtt élni. Ha pedig önmagaddal szemben bizonytalan vagy, akkor nem tudod ezt így elhinni másoknak sem, vagyis másokkal szemben is a bizalmatlanság lesz leginkább a működésed alapja. A környezeted pedig, ha érzi, hogy bizonytalan vagy és bizalmatlan vagy, akkor gyakorlatilag elveszíti a saját stabilitását körülötted, hiszen ha te bizalmatlan vagy, akkor aképpen fürkészed a környezetedet, a körülötted lévő embereket, hogy vajon ők mikor válnak veled szemben elégedetlenné, mikor hagynak el, mikor csalnak meg, mikor fognak téged bántani, vagy semmibe venni. Természetesen, miután ez a bizonytalanság és bizalmatlanság van a fókuszodban, a kapcsolataid, a kapcsolódásaid, legyenek azok baráti, munkahelyi vagy párkapcsolatok, vissza is fogják igazolni ezeket a félelmeidet. Úgyhogy amíg nem szereted magad, addig nagyon sok olyan kapcsolatod és olyan reakció lesz körülötted, amelyekben azt kell megélned, hogy nem kell lesz eléggé, hogy nem figyelnek rád eléggé, hogy bántanak, hogy elhagynak, hogy mellőznek, hogy nem téged választanak, hogy nem fogadják meg a tanácsaidat, hogy nem téged akarnak követni, vagy nem akarnak megfelelő elegendő hálával adózni, mindazért a sok igyekezetért, amit te feléjük közvetítesz. Nézzük meg azt, hogy mik is azok a működések, amelyek te belőled fakadnak akkor, amikor nem tartod magad elég értékesnek és szerethetőnek. Most ne a külvilággal foglalkozzunk, most ne azzal, hogy ők mit tükröznek visszafeléd, hanem nézzük meg, ha már egyszer önismeretről van szó, hogy te mit működtetsz, te hogyan, milyen reakciókkal nyilvánulsz meg a kapcsolataidban és a világ felé, mindaddig, amíg nem tudod magadat elfogadni és megszeretni. Ahogy mondtam, abból a működésből, hogy nem tudod magad elfogadni és megszeretni, abból a működésből az következik, hogy alapvetően elsősorban a hibáidat vagy a hiányaidat fogod meglátni. Nem látod azt, hogy miben vagy értékes, nem látod azt, hogy mi mindenben vagy hasznos, mi mindenért lehetnél te valaki számára értékes és egy életre szóló élmény, mert leginkább arra fókuszálsz, hogy mi hiányzik belőled, mi nem jó benned, mi hibás benned, mi nem elég értékes benned, mi az, ami miatt nem kellhetsz. Ha pedig a hiányokra és a hibákra fókuszálsz önmagadban, akkor a félelmeid fognak megnőni. Ez azt jelenti, hogy mindaddig, amíg nem tartod magad szerethetőnek és értékesnek, addig a félelmeiden keresztül fogsz tudni kapcsolódni a többi emberhez. Persze nagyon sokszor fogod azt érezni, hogy te szeretsz és szeretetben vagy, ám nagyon gyorsan át fogja venni a kapcsolataidban a szeretet megélését, a félelem élménye. A szeretet olyan, mint a jól lakottság, bőségben vagy és elégedettségben, a félelem pedig olyan, mint az éhség állapota, hiányban vagy, elégedetlenségben, és gyakorlatilag folyamatosan vágyakozol. Ez a kettő egyszerre nem tud lenni. Nem tudsz egyszerre szeretetben és félelemben lenni, ahogyan nem tudsz egyszerre jól lakott és éhes lenni sem. Tehát lehet, hogy a kapcsolataidat a szeretet hozza létre benned, de nagyon-nagyon sokszor és gyakori és hosszabb időtartamokra a félelem fogja a szerepét, az uralkodást átvenni fölötted.
Alapvetően ebből a működésből pedig, hogy félsz kapcsolódni, félsz megmutatni magad, és félsz attól, hogy a környezeted visszaigazolja, hogy nem vagy elég értékes, ebből fakadóan én most 3 működésre osztottam a legjellemzőbb működéseket. Az első véglet az az, hogy vannak emberek, akik amiatt, mert félnek, amiatt, mert nem merik magukat megmutatni a világnak, mert nem tartják magukat értékesnek és szerethetőnek, inkább azt választják, hogy csendesek lesznek, halkszavúak és visszahúzódóak. Ők lesznek azok, akik kevésbé mernek kapcsolódni, nem nagyon fognak beszélni, nem nagyon alakítanak ki kapcsolatokat, csendes megfigyelőként lesznek részesei a társaságoknak, a közösségeknek, ahová egyébként szívesen tartoznak vagy tartoznának. Nekik nem nagyon fogod hallani a szavukat, nem sztoriznak, nem kerülnek a középpontba, nem hangosak, csendesek, csendes megfigyelők. Tehát akarnak tartozni a közösséghez, de mivel nem érzik és nem gondolják azt magukról, hogy ők érdekesek lennének, ezért inkább meg sem szólalnak. Őket szoktátok egyébként introvertáltnak is hívni, és azt gondolja a világ, hogy ők inkább egyedül szeretnek lenni. Egyedül a saját kis világukban. De mindez azért van, azért egyedül csendben a saját világukban, mert alapvetően félnek kapcsolódni. Fárasztja is őket az, hogyha tömeg van körülöttük, vagy hogyha kapcsolódniuk kell, mert azon nyomban előtérbe fog kerülni bennük a megfelelési kényszer, vagyis az, hogy valamit nyújtaniuk kell, valamilyen feladatot teljesíteni kell, hogy azzal alkalmazkodni tudjanak a közösséghez, a többi emberhez, akihez egyébként tartozni jó volna. Tehát ők azok, akik csendesek és visszahúzódóak lesznek. Gyakori az, hogy tartanak házi állatot, és meg is fogalmazzák, hogy az állatokkal sokkal könnyebb és sokkal boldogabbak az állatokkal, mint az emberekkel. Igazából nem utálják ők az embereket, csak félnek. Félnek az emberekkel kapcsolódni, mert nem hiszik el magukról, hogy ők tudnának olyan izgalmasak, értékesek, szórakoztatóak, érdekesek lenni, hogy érdemes legyen velük kapcsolódni, rájuk figyelni. Ha te nem ez vagy, a nagyon visszahúzódó, csendes, halkszavú típus, akkor lehet, hogy te ezt a középső működést üzemelteted magadban. Amíg nem hiszed el magadról, hogy szerethető és értékes vagy, lehet, hogy tudatalatti működésedben azt választod, hogy te inkább meg akarod mutatni magad vele szemben, te inkább meg akarod mutatni magadat, és ha kell, akkor szerepelsz, ha kell, akkor hangos vagy, de a legjellemzőbb az, hogy meg akarod szolgálni azt, hogy az emberek szerethetőnek lássanak. Jó vagy, odaadó vagy, segítőkész vagy, állandóan minden feladatot magadra válasz, mindent is inkább akkor te akarsz elintézni, senki másnak ne legyen gondja, de leginkább te nem akarsz senkinek gondot jelenteni. Szóval elnézést kérsz még azért is, hogy létezel, de leginkább hasznára akarsz lenni a környezetednek, mert szeretnéd azt, hogy azzal, hogy hasznos vagy, azzal, hogy nélkülözhetetlen vagy, azzal, hogy megszolgálod tettekkel, odaadással, segítőkészséggel a többi ember számára a te jelenlétedet, akkor elérheted azt, hogy ők majd értékelnek, kifejezik, hogy nélkülözhetetlen vagy, hálával adóznak feléd, és örömmel vesznek be maguk közé. Tehát, ha nem a visszahúzódást választod, akkor az is lehet, hogy ennek majdnem az ellentétjét, de egy ilyen köztes formát, hogy inkább megszolgálod mások szeretetét. Ez fakadhat abból például, hogy gyerekkorban csak így tudtad elérni azt, hogy figyeljenek rád. Hogy nagyon sokat kellett azért tenned, nagyon önállónak kellett lenned ahhoz, vagy nagyon sokat kellett teljesítened az iskolában, vagy a ház körül, vagy a háztartásban ahhoz, hogy a felnőttek észrevegyenek, értékeljenek, elismerjenek, figyeljenek rád. De az is lehet, hogy nem ez van a dolog hátterében, hogy nem neked kellett megszolgálni a figyelmet, hanem mondjuk ezt láttad a szüleidtől. Azt láttad édesanyától vagy édesapától, hogy ők nagyon megszolgálják mások tiszteletét, mások szeretetét, borzasztóan segítőkészek, odaadók,
mindent magukra vállalnak, minden feladatot mindig, ha kell, hanem ők akarnak elvégezni, jó szervezők, jó ügyintézők, minden a fejükre nő, csak azért, hogy a környezetük figyeljen rájuk és szeressék őket. Lehet, hogy egyszerűen csak mintaként jelentkezett előtte ez a működés, de minden esetre ez is arról szól, hogy a többieken keresztül, a többiek háláján és elismerésén keresztül szeretnéd megélni azt, hogy végül is téged a külvilág, a környezeted értékesnek és szerethetőnek tart. Amikor párkapcsolatban rendeződsz, akkor is ez történik, ott is próbálod ezzel megszolgálni a párod figyelmét és szeretetét. Mindent próbálsz az ő igényei szerint elvégezni. Abszolút erőn felül alkalmazkodsz hozzá, lesed minden kívánságát azért, mert azt szeretnéd, ha olyan jól érezné magát veled, mint még eddig soha senki mással. Te szeretnél lenni az a nő vagy az a férfi az ő életében, akihez a legnagyobb boldogságot társítja. Te szeretnél az a nő vagy az a férfi lenni a párkapcsolataidban, aki a legnagyobb főnyeremény a párodnak, akiről a párod azt tudja mondani, hogy te ébresztetted rá arra, hogy mi a boldogság, és akár a kedvedért még meg is változik, és változtat a korábbi szokásaim. Ebben van a megmentő szerep is, amiről eddig olyan sokat beszélgettünk. A megmentőből egyébként még erre a harmadik működésre is fog jutni. Nézzük is meg akkor ezt a harmadik működést. Ugye az első az volt, hogyha félsz megmutatni magadat, hogy visszahúzódsz. A második arra az esetre, ugye, hogyha nem mered elhinni, hogy szerethető vagy, hogy akkor inkább megszolgálod, hogy a külvilág lássa, hogy de mégis szerethető vagy, és visszaigazolja ezt neked. És itt van a harmadik csoport, ez egy másik szélsőség, amikor azt, hogy szerethető vagy, te ugyan nem hiszed el, de akarod, hogy a külvilág ezt közvetítse feléd. Tehát gyakorlatilag ki követeled, ki erőszakolod a külvilágból azt, hogy figyeljenek rád, és igazolják vissza azt, hogy a te jelenléted nélkül a világ sokkal rosszabb hely lenne. Ebben a működésben ilyenkor az ember hangos. Hangos és feltűnő. Hangos és feltűnő, de az is lehet, hogy más módon akarsz feltűnni. Lehet, hogy úgy, hogy például nagyon különc vagy a működésedben, a ruházatodban, a viselkedésedben, a stílusodat tekintve. Lehet, hogy meghökkentő vagy, polgárpukkasztó vagy. Tehát egyszerűen nem lehet téged nem észrevenni, mert olyan harsány, olyan hangos, olyan feltűnő a működésed, a viselkedésed és a megjelenésed, hogy gyakorlatilag a környezeted nem tud téged nem észrevenni. Oda kell, hogy figyeljenek rád, és ha figyelnek rád, akkor valamilyen formában már az emberi elme, a külvilág is téged értékelni fog. Neked az is jó, ha jónak értékelnek, mert akkor megnyered azt a visszaigazolást, vagy önigazolást, hogy igen, akkor most rád figyelnek, és jónak tartanak, és fölemelnek. De valahol az is jó, hogyha nem értékelnek, csak figyeljenek rád, mert ha figyelnek rád, de egyébként kritizálnak a te számodra, akkor is megfelelő ez, hiszen megkapod a figyelem energiát a többiektől, bár nem pozitívan, negatívan, de mégis, akkor te leszel az ügyeletes rossz fiú, akiről beszélnek, aki más, mint a többi. És ezzel is gyakorlatilag meg tudod nyerni azt a többlet erőt, hogy te más vagy, mint a többi. Okoskodsz, másokat kritizálsz, fontoskodsz, hálát követelsz. Igazából, ha látod, akkor ezt elég negatívan festettem le. Negatívan abban a tekintetben, hogy főleg olyan működéseket takar a kierőszakolós működés, amelyben a többiek, a környezet nem igazából elismeréssel adózik, hanem meghökkenéssel, félelemmel. Mivel félsz, a környezetedből is egy félelmet váltasz ki. Tudod, milyen ez a működés? Olyan, mint amikor a rókakoma kölcsön akarja kérni a fűnyírót a medvétől. És mivel nem bízik benne, hogy a medve lesz olyan édes és aranyos, és odaadja neki a fűnyírót, mert hát nem bízik abban a rókakoma, hogy ő benne a medve megbízna, nem bízik saját megbízhatóságában, ezért megkérdőjelezi a medvéjét is, és mire odaér a medvéhez, addigra már csak annyit tud mondani a medvének, hogy tudod mit, medve, dögölj meg a fűnyíróddal együtt, hiszen úgyse adod azt ide nekem.
Gyakorlatilag ugyanezt történik. Ez emberünk fél attól, hogy ő nem elég szerethető, nem elég értékes, nem elég fontos, nem elég hasznos, nem fog ő kelleni eléggé, és nem az értékeink keresztül akarja megkapni ezt az odafigyelést, mint mondjuk ő, hanem ő úgy van vele, hogy úgyse fogtok értéke, úgyse fogtok szeretni, ti biztosan nem fogjátok bennem meglátni a jót, és akkor inkább nem is kell. És emiatt ő egy ilyen sokkal szúrósabb, sokkal erőszakosabb, sokkal nehezebben elviselhető formát ölt, amit egyébként klasszikusan narcisztikusnak szoktak nevezni, és amitől óvaintik az emberek a többieket, azok ebbe a csoportba szoktak alapvetően tartozni. Tehát a narcisztikusok zöme az leginkább ez a kierőszakolom azt, hogy szeressetek és tiszteljetek típus. Mit lehet tenni azzal, hogy végül is elhidd, hogy szerethető vagy? Mi a feladatod, hogy elhidd, hogy kell lesz? Mit kell csináljál ahhoz, hogy értékesnek tud önmagadat találni, és békét tudj kötni önmagaddal? Ezt a videót innen folytatjuk az Exkluzív Önismereti csatornám. Ha van kedved, akkor tarts ott is velünk. Az Exkluzív Haladó Önismereti csatorna is itt a YouTube-on van, úgyhogy úgy tudsz eljutni a csatornához, ha a videóim alatt megkeresed a kék keretes fehér gombot csatlakozás felirattal. Ezt a gombot akkor fogod látni, ha be vagy jelentkezve a YouTube fiókodba, hiszen a csatornához, amely egy zárt csatorna, zárt kör, a YouTube csak akkor tud elkalauzolni téged, hogyha azonosítani tudod téged a rendszere. Kérlek, jelentkezz be a YouTube fiókodba, és tarts velünk ezen az Exkluzív Haladó Önismereti csatornán is, ahol a videók jó részével egy kicsit mélyebb önismeretre a megoldások, a technikák felé kalandozunk el. Vagy szeretettel látunk önismereti kurzusainkon is. Gyere, akár személyesen, akár élő online közvetítéssel tartasz velünk, mi szeretettel látunk Gáborral közösen. Vagy szerezd be otthonra önismereti könyveinket, és juss felismerésekre otthon kényelmesen magadról. Sőt, a könyvek karácsonyi ajándékként is jól jöhetnek, ha úgy érzed, hogy valamelyik szerettednek boldogságra, békére, harmóniára volna szüksége önmagával, valamilyen harmonikus kiegyezésre önmagával, akkor szerezd be ajándékba a könyveinket a www.bolt-om.hu oldalon. Most pedig elköszönök, kívánok sok sikert, jó egészséget, jó sok pénz, szeretetet, szerelmet, boldog párkapcsolatot, és mindent, amit magadnak, magatoknak kívánnátok még.